A sport megtanít győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít. Ernest Hemingway soraival a tokai származású Mozgi Milán is teljesen egyetért, aki nagyon korán, már 9 éves korában megszerette a kajakozást és versenyezni kezdett. A fiatal tehetség kitartásának és akaraterejének köszönhetően hosszú és kemény felkészülés után tavaly előbb a Plovdivi Európa-bajnokságon ért el 4-esben kimagasló eredményt. Milán idén még feljebb tette a lécet, hiszen a Belgrádban megrendezett vizes szám 500 méteres futamában szerzett újabb aranyérmet társával, Somorácz Tamással. Tokaj város képviselőtestülete az ő tiszteletére tartott ünnepélyes díjátadót, ahol elismerték a kimagasló eredményt. Posta György szólt arról, hogy ez a nagyszerű helyezés nem valósult volna meg kellő felkészülés nélkül, amelyet Milán mindvégig komolyan vett. Majd hozzátette azt, nagy örömmel tölti el, hogy Tokajnak ilyen fantasztikus képességű versenyzői vannak. Ezt követően sok sikert kívánt a további versenyekhez, és reméli, hogy hamarosan ismét szurkolhatunk Milánért. Ugye már amikor az ifjúsági olimpián ezüstérmes lett, akkor felhívta magára a figyelmet, és azóta Tokaj városa tényleg nyomon követi az ő fejlődését és sikereit, és azt gondolom, hogy ez a mostani Európa-bajnoki cím, ami ugye már másodszor fordul elő, hogy Európa-bajnok, ez is arra késztetett minket, hogy valamilyen szinten elismerjük az ő teljesítményét. Az a munka, amit ő befektet ebbe a dologba, azt gondolom, hogy példaértékű, maga is itt példa a gyerekek számára, akik ismerik, és lehet, hogy miatta is kajakoznak rendszeresen Tokajban. Azt gondolom, hogy ez minket is arra kell, hogy ösztököljön, hogy példát állítsunk, mint képviselőtestület is a külvilág számára, és erre is felhívjuk a figyelmet arra, hogy aki kimagasló teljesítményt ér el, azt mindenképpen el kell ismernünk, és ez történt meg ma itt a Városházán, amikor friss Európa-bajnokunkat itt képviselőtestület nevében köszöntöttük, és elismerésünket fejeztük ki az irányában. Mivel a kajak kenu sportág egy nagyon sikeres magyar szempontból nagyon sikeres sportág, és látjuk, hogy milyen sok gyereket vonz ez a sportág, mindenképpen ösztönzi a gyerekeket arra, hogy elmenjenek. Itt ugye Tokajban van egy kajakkenu szakosztály, ahol egyre több fiatal próbál úgymond Milán nyomdokaiba lépni, és azt gondolom, hogy ez a legik legfontosabb. Itt Tokajban a kajakosok, azok én bízom benne, hogy olyan példát kaptak a Milán szemében, ami ösztönzi őket arra, minél többen elmenjenek kajakozni, és minél nagyobb eredményeket és sikereket érjenek el. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy Tokajból származott fiatal ember, hogy ilyen komoly sikert ér el fiatalon, mert azért azt is hozzá kell tenni, hogy egy nagyon fiatal emberről beszélünk, és még nagyon komoly jövő előtt áll. És én azt hiszem, hogy miután büszke arra, hogy ő tokai. A fiatal és céltudatú sportoló 2016. februárjában nagy lépésre szánta el magát, hiszen Tokajból a Győri Vízi Sport Egyesülethez igazolt. Európa bajnoki címét és világbajnoki indulását a Kisalföldi Klub színeiben érte el, de Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez és Tokaj városához is kötődik. A közel másfél éves munka meghozta gyümölcsét, hiszen a 19 esztendős versenyző második lett a válogatón Kopasz Bálint mögött egyéniben 500 méteren, így tagja lehetett a Plovdivi Európa-bajnokságon rajtoló férfi 504-esnek, ahol hatalmas versenyzéssel szerezte meg élete első aranyát. Lelkesedése azonban tovább tartott, ugyanis az idei belgrádi EB-n is rajthoz állt ezúttal K2 500 méteres számban társával, Somorácz Tamással. Már a középfutamokon is nehéz dolga volt a párosnak, akiknek a döntőben sem volt könnyű dolguk. Ennek megfelelően nehezen indult az első 200 méter, ahol az oroszok egyszerűen kilőttek a rajtgépből. Féltávnál azonban nagy hajrát indítva zárkózott fel a magyar hajó olyannyira, hogy a befutónál a jobb előkés döntött a tokai sportoló és társa javára. Az alapos felkészülés és összeszokottság párjával olyan jól sikerült, hogy ismét első helyezést ünnepeltek a magyar fiúk. Igazából elég rögös út vezetett ide az EB-ig. Az EB az ötödik versenyünk volt egyhuzamban, tehát az ötödik hétvégén versenyeztem az Európa-bajnokságon. Hosszú volt az út, azt mondom, hogy kicsit jó most már megpihenni. Ezt megelőzték rangsoroló verseny, válogató, két világkupa. Hál' Istennek jól sikerült, úgyhogy azt gondolom, hogy sikerült megtartani a formát. Megbeszéltük a párommal, hogy oda tesszük magunkat, és kihozzuk a maximumot. Azt gondolom, hogy ez sikerült. Következő válogató versenyen szeretnénk elindulni még egy párosszámban, 1000 méteren. Marad mellette az 500 páros, és szeretnénk kijutni a világbajnokságra valamelyik, vagy esetleg mindkét számba. Ez egy kicsit nagy álom, lehet most úgy hangzik, de nagyot kell álmodni, én azt mondom, aztán meglátjuk, mi lesz belőle.
Örülök neki, hogy a polgármesterről és a képviselők, illetve Toka is büszke, illetve díjazzák azt, hogy amit én csinálok, illetve az eredményeimet. Előtávolban van a 2020-as olimpia, én azt gondolom, hogy reális esélyek megvannak. Erre az éven most ráfeküdtünk így a páros számokra. Eddig jól is sikerült, tényleg a párosunk egyelőre még veretlen, úgyhogy ezt szeretnénk megtartani és tovább gyűjteni az aranyokat. Posta György a képviselőtestület nevében ajándékcsomaggal és pénzjutalommal díjazta a fiatalt, aki meghatódva mondott köszönetet támogatóinak. Milánnak nagy álma az, hogy az olimpiai játékokon képviselhesse Magyarországot és hazahozza a legfényesebb érmet. Addig azonban még sok munka áll a fiatal tehetség előtt. Remélhetőleg szurkolhatunk Milánnak a 2020-as Tokiói olimpián, ahonnan újabb elismerésekkel térhet haza.